hogyan lesz a kenyér és bor, Krisztus teste és vére, egyáltalán mit is jelent ez. Érdemes vissza gondolni az utolsó vacsorára, hogy Jézusnak ezek a szavai, hogy ez az én testem, vegyétek és egyétek, vagy ez az én vérem, vegyétek és igyátok, hogy ez mit is jelent. Nem elsősorban azt jelenti, amit így hallunk, vegyétek és egyétek az én testemet, a fizikai testemet, vagy igyátok az én fizikai véremet, hanem test és vér, az igazából ezzel a két szóval Jézus mindegy azt mondja, hogy vegyetek és egyetek engem, ez én vagyok, az én személyem, az én egész lényem. Mindez, ami történik az utolsó vacsorán, az nem más, mint Jézusnak az önajándékozása. Tehát nem egy, egy ilyen fizikai darabolása az ő valóságának, hanem az ő egész lénye. És Hogyha visszagondolunk tényleg erre a pillanatra, hogy veszi a kenyeret, megtör, és azt mondja, hogy ez az én testem, aztán a, a bort, ez az én vélem, ez a két gesztus, ez azt mondja, hogy ez én vagyok, én ön átadom önmagamat nektek, hogy élet legyen bennetek. Az én életem, az az szeretett élet, ami az Atyától jött, ami én vagyok, aki én vagyok, ezt önmagamat átadom nektek. És hát hogy ez hogyan történik? ezt Jézus nem magyarázta el, hogy ez a kenyér most hogyan lesz ő, és ez számunkra is egy titok, nem tudjuk igazából, már könyvtárakat írtak erről tele, de nem tudjuk pontosan. Mi hisszük, hogy Jézus szavai, ezek igazak, ez így van, ő van közöttünk. Misztérium, amit hittel fogadunk el, azzal a hittel, hogy ő tényleg itt van közöttünk, és egész lényét adta, adja nekünk a mai napon is minden eukarisztiában.